A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Köszöntöm Önöket, még tavaly évvégén Dubajban tartotta az ENSZ a 28. klímatalálkozóját. A Mátyás Corvinus Kollégium legutóbbi rendezvényén két kutató számolt be a konferencia eredményeiről. A köztérben számítunk figyelmükre. Egy kicsit könnyebb témával szeretném kezdeni magát a beszélgetést, így bevezetőként. Esetleg tudnátok néhány szót ejteni a dubai utazáshoz, a COP28-ra? És hogy mit tapasztaltatok magán a konferencián, milyen volt a egésznek a lefolyása? Másodjára vettem részt ENSZ Klima konferencián, 2022-ben Egyiptomban, Sármelsejkben, és tavaly pedig Dubajban, az Egyesült Arab Emírségekben. Úgy kell elképzelni egyébként ezeket az ENSZ Klima konferenciákat, mint például egy olimpiát. De gyakorlatilag olyan a szervezése, neki csak ez évente van megszervezve, tehát ez egy hatalmas nagy rendezvény. Gyakorlatilag most én már ezt úgy fogalmaznám meg, mint egy showműsor egyébként. Egy showműsor. Tehát itt gyakorlatilag az egész város, mert itt most gyakorlatilag egy városban volt, egy városban koncentráltunk Dubajra, így átalakult. Tehát minden csak is kizárólag a Dubajban, ebben a pillanatban, amíg tartott ez a két hét, csak is kizárólag az ENSZ konferenciáról szólt. Magát a metróhálózatot, a villamoshálózat, minden erre épült rá. Gyakorlatilag az összes vezető, egyesült emírségi vezető ott volt, tehát közöttünk sétáltunk, tehát hétköznapra is lehet ugye közelükbe menni, de itt ugye, mivel nekünk volt egy olyan belépőnk, mert a minisztérium engedéllyel mentünk, tehát egy party overflow engedélyünk volt, hogy mi közöttük voltunk, a politikusok között sétálgattunk. Sármelsejkben például ez egy érdekes volt, akkor volt ott az új brazil elnök Silva, én nem tudtam, hogy ki ő. Majdnem felröptem, tehát a biztonsági őreim meg itt dobtak arrébb egyébként, két métert repültem, már nem tudtam, hogy ki ő, és hogy mentem az ő irányába. Tehát ennyire közvetlenek egyébként ezeken a rendezvényeken. Amit tudni kell róla még továbbiakban, hogy ez az utolsó, tehát gyakorlatilag ezek a COP konferenciák azok az utolsó rendezvények, ahol minden politikus a világban leáll egymással beszélgetni. Nincs már több ilyen rendezvény. Tehát akkor az amerikai elnök, meg az orosz vezetés, vagy éppen a kínai, meg az amerikai vezetés egymással tárgyalnak. Ez az gyakorlatilag az utolsó esemény, ahol ez még előfordul. Ebből a szempontból egyébként haszna van. A politikusok szempontjából ez inkább egy ilyen geopolitikai találkozó, míg a tudomány szempontjából van inkább koncentráció magára a klímaváltozás elleni védekezésre. Én összességében azt mondanám, hogy maga a COP nagyon jól meg van szervezve. Amit még tudni kell egyébként a COP rendezvényekről, hogy a pénz. Akinél pénz van, azt tudja megszervezni egyébként. Tehát ugye Egyiptom kapott támogatást nagyon sok ENSZ tagállamtól. Dubajnak ugye nem kellett támogatást adni, mert ő ugye fel tudta ajánlani. Főleg az, hogy ott volt egy expo, nem tudom, néhány évvel ezelőtt volt egy nagy expo kiállítás, és annak a helyszínén volt egyébként maga a COP. Tehát ő gyakorlatilag készen állt az infrastruktúrája neki. És például az idei bakui konferenciát is azért Baku kapta meg, mert Baku tudott egy olyan, olyan infrastruktúrális hálózattal egy olyan várost felajánlani, amelyik ezt meg tudja szervezni. Mert gyakorlatilag olyanok a feltételei, mint egy olimpiának, hogy megfelelő minőségű szállodának kell, megfelelő minőségű szállodának kell lenni, az infrastruktúrának teljesen ki kell építve lennie, mert gyakorlatilag egy 80-100 ezer ember látogat ide ezekre a rendezvényekre. Természetesen megvan neki a hátuljutója, ilyen például, hogyha belegondolunk, hogy naponta 400-450 repülőgép szállt le Dubajban, tehát az azért eléggé környezetszennyező hatással bír, de összességében így szervezés szempontjából és az ott eltöltött idő szempontjából nekem ez egy nagy élmény volt. Én már előtte többször voltam nyaralás szempontjából, illetve szabadidő eltöltés szempontjából Dubajban, de ebből a szempontból most olyan helyekre is eljutottam, például az Expo-ban nem voltam, de az Expo-i színére is eljutottam, ami számomra hasznos volt.
Bakuba még sosem voltam, ő magamtól sosem mennék egyébként Azerbajdzsánba, de bízom benne egyébként, hogy idén a 29. fokra is el tudok jutni, és most már egyébként lesz valami áttörés is klímapolitika, illetve energiapolitika szempontjából, bízik benne. Köszönjük szépen! Alapvetően ezek a konferenciák már az 1990-es évektől kezdve folynak. Alapvetően azóta is lebonyolítottak többet is. Mint látjuk, alapvetően ez egy globális szintű találkozó. Ezek milyen eredményeket produkáltak, és mely döntések voltak talán a legjelentősebbek? Akkor menjünk vissza, csak 90-es évekig megyek vissza, mert már 70-es évek. Az előzmények azok a 70-es évek, jó, ennyi bizony 70-es évekig. A 70-es években kezdődtek az előzmények, amikor Genfben elkezdődött maga a környezetvédelmi egyezményeket, elkezdték kötni a klímavédelmi egyezményeket a 70-es, 80-as években, illetve maga a tudomány elkezdte felfedezni, hogy itt valami változás fog történni magában a klímarendszerben. Már akkor mondták egyébként ezt a kutatóknak, a kutatók akkor mondták már ezt egyébként az akkori politikának, hogy ezzel a témával foglalkozni kellene, mert ennek nem lesz erő utóbbi jó vége. 1987-ben vagy 88-ban Margaret Thatcher, mint tudja ki, ő egy konzervatív miniszterelnök asszony volt, ő mondta azt, hogy ő ezzel nem fog foglalkozni. Majd 1996-ban az egyik emlékiratából viszont leírta, hogy már akkor kellett volna bele foglalkoznia egyébként. Csak ugye mi volt akkor a probléma a 80-as években, a 70-es 80-as években, hogy hidegháború volt. Ugye volt a keleti tömb, meg volt a nyugati tömb, nem értek rá ezzel foglalkozni, hogy most klímaváltozás, előtte még nem volt ilyet az emberiség, nem ért meg a modernkori emberiség ilyen komoly problémákat, de a tudomány már ekkor felhozta ezt a leendő problémát. Aztán ami nagyon fontos, hogy amikor 88-ban megalakul az IPCC, majd ezután meg létrehozzák magukat ezeket a részes meleg konferenciáját, elkezdtek ebben foglalkozni először csak tudományos szinten, majd aztán tudománypolitikai találkozók is lettek a konferenciákból, és mindenki hallott már nagyon sok olyan egyezményre, amit megkötöttek, ilyen a kiotói jegyzőkönyv, amiről hallottak, ilyen a montreáli egyezmény, aztán ilyen a kopenhágai egyezmény, stb. Nagyon sok minden bejött, de gyakorlatilag semmi nem valósult meg ebből. Hát miért nem valósul meg? Hát nemzetközileg nem büntethetik az országokat a többi ország, tehát nem lehet. Tehát vállalásokat, ilyen idézőjeles vállalásokat tesznek az országok, de ebből nagyon sok minden nem valósul meg. Ebből nagyon sok minden nem valósul meg. Hát, hogyha most belegondolunk a kiotói jegyzőkönyvbe, az országoknak a nagy része aláírta. Ki nem írta alá? Elsőként az Egyesült Államok, az akkori demokrata vezetésű Egyesült Államok mit mondott, hogy ő nem írja alá. Ő neki ez nem célja, hogy csökkentse magát a szén-dioxid kibocsátását. Erre válaszolt Kína is, azt mondta, hát akkor ő is kilép belőle, Oroszország is, Kanada is, stb. Stb. Voltak olyan országok, például Ausztrália, vagy Görögország, vagy Új-Zéland, amelyek például azt a vállalást tették, hogy ők növelni fogják a kibocsátást. Ők ezt vállalták, hogy növelik a kibocsátásokat, de csak bizonyos szinten 6-7-8%-kal növelik. A fölött nem fogják növelni a kibocsátásaikat. És van egy közösség egyébként, amelyik a 2000-es évek óta megpróbál mindent tenni ez ellen, ez pedig az Európai Unió. Illetve ide tartozunk mi is. Ugye Magyarország az összes üvegházhatás, itt nem csak a szén-dioxidra kell gondolni, hanem az összes emberi, az ember kibocsát üvegházhatású gáznak a 0,1%-áért felel. Tehát statisztikailag nem lehet kimutatni, hogy mennyit bocsájtunk mi ki. De az Európai Unió is összesen 7,12%-áért felelős. Tehát az is egyébként statisztikai hivatal közelében van ez a kibocsátás, de mégis mi vagyunk azok, az a közösség, az a, most az a 27 ország, plusz még ugye még ott van az Egyesült Királyság és Svájc, ott is vegyük ide, meg Izlandot is, meg Norvégiát is. Tehát összesen 31 ország, amelyik tesz is valamit egyébként klímapolitikai területen. Tehát láthatjuk, hogy egyébként nálunk is fokozatosan csökken a legtöbb üvegházhatású gáznak a kibocsátása. De ugyanígy egyébként a kóphoz tartozik a légszennyező anyagoknak a kibocsátása. Ott is mi vagyunk azok, akik csökkentjük. De hogyha megnézzük a négy nagy üvegházhatású gáz kibocsátó országot, Egyesült Államok kronológiailag, tehát történelmileg ő a legnagyobb kibocsátó. Most már egyébként Kína a legnagyobb összességében, évről évre ő az, aki hatványozottan növeli a kibocsátását. Tehát az Egyesült Államok, Kína, India, illetve Oroszország gyakorlatilag semmit nem csökkentett a kibocsátásából. Kína az hatványozottan növeli. Oroszországnak sok mindent nem tudunk a klímapolitikájáról, mert nem nagyon szedi fel a klímapolitikáját. Tehát összességében, amíg az összes emberi eredetű üvegházhatású gáz kibocsátására közel a feléért négy ország felel, és ők nem tesznek érdemben semmit sem, hiába mondják azt a Párizsi Klímaegyezményben is, hogy
na majd most aztán majd csökkenteni fogjuk, de nem csökkentettek eddig semmit sem, mert az Egyesült Államok is 1,1%-kal csökkentettek, 1,1-jel 1990 óta, most gondoljunk bele, hogy semmi az a kibocsátás. Amerikát nem fogják ezek a nagy országok csökkenteni, addig a klímaváltozás, inkább úgy oda, hogy a felmelegedés és tágabb értelemben a klímaváltozás ellen sok mindent nem lehet tenni. Mi az Európai Unióban, ezért úgy fogom mondani, hogy mi az, azt jelenti, hogy az Európai Unió ide fogunk majd is tartozni. Tehát, hogyha még az Európai Unió tényleg tesz klíma és energiapolitika szempontjából is mindent megtesz azért, hogy valamit tegyünk a klímaváltozás ellen, és a többi nagy kibocsátó nem tesz, és nem vállalja a vállalásait, amiket megígér, addig ennek hosszú távon, sőt, rövid távon, illetve hosszú távon se lesz eredménye. Ezért is fontosak most már egyébként, hogyha úgy nézzük, ugye a tipping pontot elértük magában az éghajlati rendszerben. Az azt jelenti, az az átfordulási pont, amikor már az éghajlati rendszerben csak is kizárólag pozitív visszacsatolás van, tehát önmagát gerjeszti maga a rendszer, tehát nem lehet visszafordítani. Tehát emberi hatással ebben az évszázadban biztos nem lehet visszafordítani a klímaváltozást, ezt már biztosan tudjuk. Ez van a következő évszázadban, hogyha a klímapolitikák teljesülni fognak, amit ígérnek egyébként, a nagy kibocsátók is, hogy teljesíteni fogják 2050-re, 2060-ra, hogy legalább 90%-ra klímasemlegesek legyenek, akkor majd 2100 utáni időszakban már meg lesz ennek az eredménye, tehát akkor már elkezdett stabilizálódni a hőmérséklet emelkedése, illetve a szélsőségeknek a csökkenése is meg lehet. De addig nem lesz ebben változás, ezért most már, de ez majd a későbbi kérdés lesz, mindenféleképpen az adaptációra, illetve az alkalmazkodásra kell törekedni. Gondoljunk a Párizsi Klímaegyezményre, ugye az volt a kérdésed, hogy milyen eredményeket értünk el. Mindenki hallott, gondolom, a Párizsi Klímaegyezményről, nagyon sokat van a hírekben, hogy ebben az évszázadban, 2100-ig törekedni kell arra, hogy 2 fok alatt tartsuk az iparosodás előtti szinthez képest a globális hőmérséklet emelkedését, de azért próbáljuk meg elérni a 1,5 Celsius fok alatt tartani a hőmérsékletet. Csak mondom, hogy a tavalyi évben átéptük az 1,49 Celsius fokot, tehát idén meg lesz biztosan az 1,51-1,52. Tavaly évben először volt olyan, hogy átmenetileg átéptük a 2 Celsius fokos hőmérséklet emelkedést, amit egyébként a legtöbb klímamodell 2040 után várt, a 1,5 fokot 2035 után vártuk ennek az átlépését. Tehát innentől kezdve biztos, hogy ebben az évszázadban nem fogjuk elérni a Párizsi Klímaegyezményben foglalt célokat. Itt már tudni kell, hogy a legtöbb klímamodellt, ezek legyenek az úgynevezett GCM-ek, ezek a globális modellek, legyenek az RECCM-ek, ezek az úgynevezett regionális modellek. Most frissítették egyébként őket újra, most már bevisznek külső hatásokat is, vulkánt, mindent, külső hatásokat is, most már szerencsére bevisznek. Nincs már olyan szenárió, amelyik erre az évszázadra a hőmérséklet csökkenést, illetve a hőmérséklet stabilizálódást mutatna. 2,7-3,3 Celsius fok között ez biztosan a hőmérséklet emelkedése. Ez nem azt jelenti, hogy itt lesz a világ vége, csak itt az a lényeg, hogy a párizsi klímacélok nem fognak teljesülni ebből a szempontból. A párizsi klímacélok között szerepel egy olyan is, hogy az alkalmazkodásra törekedni kell. Na, erre kell odafigyelni. Az adaptációra. Ez lesz a kulcsa mindennek a 21. században. Ezt majd a Balázs innentől folytatja majd, hogyha szeretnél. Alapvetően a kérdésem inkább visszamenőleg az lenne, hogy ezt a problémát hogyan lehetne megoldani. Hogy a nagyhatalmak, ameddig őket nem tudjuk kötelezni, hogy a vállalásaikat végrehajtsák, addig a klímapolitikában nem lesz jelentős változás. És hogyan lehetne őket kötelezni, hogy mint például Kínát, vagy az Egyesült Államokat, hogy azokat, amelyeket mint például a Párizsi Egyezményben is vállalt, azokat végre is hajtsa. Én nem a kötelezésben lennék, hanem egy egyszerű példát hoznék. Kína több megújuló kapacitást telepít évente, mint az egész világ együttvéve. Kínába évente majdnem megmásfélszereződik a kibocsátás. A kínai ENSZ küldött azt mondta, hogy képtelenség annyi megújuló energiatermelést vagy atomerőművet építeni, ami az ő energiaigényeknek megfelel, és 2040-ig növelik a kibocsátásukat. Nincs fizikai megoldás, tehát egyszerűen el kell jutni abba a szintbe, hogy a technikai fejlődés megoldja az energiaigényt, tehát vagy csökkenteni kell az energiaigényünket, vagy tisztán tudni kell előállítani. Tehát a mitigációs célra csak a technológia és a technológiának a nagyon gyors fejlesztése ad megoldást. Ezért mondjuk azt, hogyha rövid távú céljainknak csak a adaptáció segíthet, vagyis hogy egyre idén is, tavaly is tapasztaltuk a nagyon szélsőséges meleg időjárást,
ez, de a legegyszerűbb kezelés, hogyha házak le vannak szigetelve. Kormány most indít lakásszigetelési programot, ezzel élni kell, mert ennél csak nagyobb hullámok lesznek nyáron. Tavaly előtt soha nem látott aszály sújtotta nem csak Magyarországot, egész Európát, fel kell készülni, olyan növény fajokat kell az adott termőterületen termeszteni, ami bírja a szárazságot és az adott időjárásnak megfelel, illetve az öntözési rendszereket modernizálni kell. Tehát ez nagyon jó volt 40 évvel ezelőtt, hogy pár nyílt csatornáról a levegőbe locsolták a vizet, a 21. században ez meghaladta a technológia, a fejlett mezőgazdasági országok már föld alatt tárolják a vizet, és legjobb, hogyha föld alatt is locsolnak. De mind létező technológia, tehát sokszor felteszik nekünk ez a kérdést, hogy itt érettelen lesz a föld, vagy bizonyos területekről miatt elvándorolnak az emberek, ezt így migráció válasz, nem. Mindenre van technológia. A kérdés az, hogy alkalmazzuk-e őket, és erre számítjuk-e a rendelkezésekre álló forrásokat. Viszont a kollégám mindig elmondja, mert ő a borászatot is említette a PhD-jébe, és mindig közös téma, hogy a Magyarország egyre jobb vörösbor termővidék lesz. Úgyhogy a klímaváltozás eredményeként egyre jobb vörösboraink lesznek, de egy a többi növénykultúra tekintetében átadnám a szót. Igen. Nem csak borban vagyunk jobbak egyébként, mert azért klímaváltozásnak azért van a pozitív hatása is, nem csak pedig a negatívról kell beszélni. Hát gondoljunk bele, hogy mennyi kivit termesztenek nálunk. Zalasomogy, Vas, Baranya, csodálatos kivitermő, Zala a régió legnagyobb kivitermő területe lett, régiója lett. Tehát mi még az egyik legnagyobb exportőrője a kivinek itt Közép-Európában. Aztán ugyanél a Dél-Alföldön, a hunsági területeken, vagy éppen a viharsarokban, narancsot, citromot, mandarint nagyon nagy sikerrel termeszteni, és nem a savanyú, tehát nem az a édes szoci narancsról van szó, hanem tényleg édes narancsról, datoja szilvát egyre nagyobb mennyiségben termesztenek idehaza. Hát a jövőben például, most ezt fölfoghatjuk negatívnak is, meg fölfoghatjuk pozitívnak is, de inkább fogjuk fel negatívnak, a kukorica az alföldi területekről el fog tűnni. Tehát ez teljes egészében. De ugye van nekünk egy helyettesítők, ez a cirók. Ezt régen is használták. Ez régen ez Kárpát-medencében nagyon elterjedt volt az 1900, a századforduló előtt, az 1800 és az 1900 közötti századforduló területén sokkal több cirokot termesztettek, mint kukoricát. Ugye a kukorica jó minőség, de a cirok az viszont sokkal jobban ellenáll magának a szélsőségeknek. De a másik, ami nagyon fontos, de ezt majd az adaptációs résznél fogom majd inkább részletesebben elmondani, hogy Magyarország Európában az egyik legjelentősebb nemesítő ország. Tehát olyan fajtákat nemesítünk, amelyek a környezeti és klimatológiai szélsőségeknek, illetve a stressz hatásoknak egyre jobban megfelelnek. Tehát például a kukoricában is van olyan fajta, amelyik egyszerre tűri a szárazságot, és egyszerre tűri egyébként magát a túl sok csapadékot is. Tűri burgonyából, stb. És a gabonafélék így van. De viszont ugye nagyon fontos, hogy a klímaváltozás szempontjából a hazánk egy agrárország, most már nem csak az aszállyal kell megküzdeni az országnak, illetve nem csak magával a jégelveréssel kell majd a nem növekedett energia miatt megküzdenie, hanem a tavaszi fagykárokkal. Ez viszont egy nagyon negatív hatás. Az elmúlt 20 évben meg 7-szer ezelőtt a MABIS adatai szerint a tavaszi fagyel, tehát a tavaszi elfagyásoknak a kár esete, illetve a kár mennyisége. Különösen itt a kajszi, az alma, a cseresznye és a megy esetében egyre feltűnő. A klímamodellek egyébként azt mondhatják, hogy 2050-2060-ra, mivel a fenológia, tehát a növényeknek a válaszadása sokkal gyorsabb magára a változó, még egy pár 10-20 magas hőmérséklet emelkedésre is hamarabb elkezdődik a virágzás és a rügyfakadás, ezért maguk a tavaszi fagyok sokkal nagyobb károkat fognak okozni a jövőben. Ugye az időjárás nem tudom, hogy gyorsan alkalmazkodni, mint maguk, ugye a legjobb indikátor pedig a növények magára a hőmérséklet, illetve a csapadékváltozások. De ez most nem illetve az, mivel ENSZ klímakonferenciával kapcsolatban jöttünk. De ami nagyon fontos, ez is egyébként adaptáció, tehát ezekre mind alkalmazkodni kell. De ugyanígy a vízgazdálkodás szempontjából is alkalmazkodás. Ez klíma is, ez már klímapolitika és vízpolitika. Tehát ebből a szempontból az ENSZ konferenciák ezt idén először emelték ki egyébként, hogy maga az alkalmazkodási stratégia első számonak kell, hogy legyen a jövőbeli tervezéseknél és a jövőbeli cselekvéseknél. És a mitigációt, meg az adaptációt együtt kell hosszú távon alkalmazni. Illetve a mostani kópon hangzott először, és fogadtak le egyezményt, hogy mezőgazdaságban, fenntartható mezőgazdaságot kell elősegíteni.
és az elmúlt 30 évben még erre nem is volt gondolkodás. Visszatalálva a szót a mostani, vagyis a tavalyi COP-ra, ezen a konferencián milyen jelentősebb döntéseket és célokat tűztek ki, vagy hoztak meg? Valamint miért jelentősebb, mint például eddig az előzőek összességében? Elkezdem is, majd eltudom, hogy eszembe jutom. Egyik, ami legvitatottabb kérdés, hogy a fejlett világ, vagy ki nem van együtt kiegészítve, de hogy a gazdagabb része a világnak felelős a kibocsátásért, mégis a nagyon szegény fejlődő országok a leginkább elszenvedői. És ezért kitalálták 4 évvel ezelőtt, hogy lesz ilyen veszteségek és kár alap, így 100 milliárd dollárral megsegítik ezeket a szegény országokat. Az ígéret mindig elhangzott, pénznek sose érkezett a számlára, és egyik legnagyobb vállalás, egyébként az Európai Unió, ha jól emlékszem, 350 millió eurót felajánlott, de hogy most tényleg meg fog érkezni a pénz, mindenki befizeti, és ezt számon is fogják idén kérni. Tehát a tegnapi, tavaly elhangzott ígéretet, ez az egyik legnagyobb. Másik, hogy elkezdtek, egyik legnagyobb szén-dioxid kibocsátás a fűtésből megy, tehát fűtésre használják a fosziliseket, és ennek alternatívája, hogy a hőszivattyúval fűtünk, viszont ennek is vannak kibocsátása, és most először döntöttek arról is, hogy megvizsgálják és szabályozzák azt is, hogy a fűtésre és fűtésre használt energia az legyen klímasemleges, és erre is tűzte ki célértéket, ez is haladunk a korra, kicsit megkésve, és nem túl eredményesen, mert nem emlékszem, 30-valahány ország csatlakozott csak, és ennél jóval több van a világon, de legalább történt előrelépés. A mezőgazdasági, hogy fenntartható meg a mezőgazdaság, és eleve az, hogy adaptációt elősegítsük, az is most először jött elő, illetve a legnagyobb kérdés, ami 2 hétig az egész COP-on végigfutott, és utána a döntést se tudtak hozni, és amiért meg kellett egyébként hosszabbítani az idei COP-ot, hogy a igazi zöld politikusok, mondjuk úgy, hogy sötét zöldek, azt mondják, hogy csak a megújuló energia befutó, abból kell megmenteni a világot, illetve csak az elektromos autózás elképzelhető, és most, ha említjük, hogy hol volt a klímacsúcs, egy olajkitermelő országban, egy OPEC országban, ahol nagyon sok kőolajuk van, kivéve az emírségek, mert állítok nekik 20 éven belül el fog fogyni, de maga az öbölbe nem fog elfogyni az olaj, és ők amellett kardoskodtak, hogy igazából teljesen mindegy, hogy miből állítunk elő energiát, a baj az, hogy a légkörbe kerül a szén-dioxid és más üvegházhatású gáz, és ők erősen lobbiznak amellett, hogy szén-dioxid leválasztó technológiákat fejlesztenek. Egyébként ilyen technológiák életképesen már vannak Magyarországon is, csak az EU-ban nem elfogadott zöld technológia, és ők azt akarták elérni, hogy ez legyen minél elfogadottabb. Mondanom se kell, hogy a német zöldeknek ez nem túlzottan tetszett, és nem minősíteném. És emiatt nagyon sokáig nem tudtak megállapodni, és így végül arról született döntés, hogy a fosszilis energiahordozókat igazságosan csökkenteni kell, de a végső cél a klímasemlegesség elérése. És itt még egy kulcsszó, ami nagyon lényeges. Majdnem 30 éve vannak ilyen klímacsúcs találkozók, és nem nevezték nevén, hogy miből származnak az üvegházhatású gázok. Az, hogy fosszilis energiahordozó, és ezt kellene csökkenteni, ez az első COP, ami pont egy olajtermelő országban bekerült a ENSZ klímakonferenciának záró okmányába. Ez is hatalmas erőlépés, mert igazából egy problémát akkor tudunk megoldani, ha megneveztük, hogy mi a probléma, és erre most először került sor. Igen, de pont, hogy Dubaj kérésére került sor. Tehát Szaúd-Arábia azt mondta, hogy ne kerüljön be, meg Oroszország is, meg úgy hát, hogy Szaúd-Arábia, neki még legalább 150 évig megfelelő mennyiségű szénhidrogénje van. Ugye Dubajnak 20 éve belül el fog fogyni. Ugye Dubaj ezt már elmondta a COP konferencián is, hogy nem izgatja az, hogy most zöld, tehát átállunk megújulókra, mi ilyenek, mert ebbe fog befektetni. Ő 2 dologból akarja megélni a jövőben, a turizmusból, meg a zöld energiából. Ez is fektet be Afrikába, ez is fektet be Ázsiába nagyon nagy mennyiségű pénzt ebből. Tehát ő ezt meg is mondta, hogy őt már nem érdekli ez,
ő ameddig termel, utána pedig már nem fogja érdekelni majd azt, hogy lesz neki földgáza, meg kőolaja, de ezt már egyébként nagyon jól elkezdték a dubaiak már 50 évvel ezelőtt, amikor elkezdték föl, nem a dubaiak, hanem az Egyesült Arab Emírség, mert ugye ez egy egész ország. Tehát ők már akkor elkezdtek erre egyébként már a jövőbeli tervezésbe beleállni. A veszteségek és károk alapot az pedig azért nem volt eddig sikeres, mert eddig úgy akarták a fejlődő országok, tehát a szegény főleg az afrikai, illetve a távol-keleti országok, a délkelet-ázsiai országok úgy akarták megkapni ezt a pénzt, hogy annak ne legyen monitoringja. És erre mondta az Egyesült Államok, erre mondta Kína, és még több európai uniós ország is, például Magyarország is ilyen volt. Oké, adunk nekik pénzt, de azt mire fogják elkölteni? Most Afrikában megint majd a különböző vezetőknek a zsebébe fog majd kikötni, tehát abból nem fognak költeni semmit se egyébként arra, amire kapják ténylegesen a pénzt. És most először mondták azt, hogy oké, kaptok pénzt, kaptok 100 milliárd dollárt, sőt még többet is kaphattok, de arról tételesen el kell számolni, mire költöttétek, különben vissza kell fizetnetek. Ugye ez nagyon sok, különösen nagyon sok afrikai országnak ez nem tetszett, de ez az egyetlen egy feltétele. Most tűnik úgy, hogy egyébként elfogadták ezt az egyes afrikai országok, amelyeket eddig nagyon ellenezték ezt a monitoringot is, hogy most elfogadják azt, hogy akkor jó, akkor nem a saját zsebembe fogom rakni, hanem akkor ténylegesen majd ráköltöm a védekezésre ebből a szempontból. A Balázs egyébként más mindent elmondott, amit az én témámat is. Az afrikai országokról visszatérve egy kicsit Magyarországra, esetleg nem tudnátok-e néhány szót ejteni Magyarország klímapolitikai reformjairól, döntéshozataláról, és ugye ezt milyen módon hajtja végre az országok elő? Ami nagyon fontos, hogy Magyarországnak klímapolitikája kb. 10-12 éve van ilyen jelentősebb klímapolitikája, mérvadó klímapolitikája, de nem nagyon volt klímapolitika Magyarországon, tehát nem volt olyan jelentős, mint most. Igen, az egy vállalásaink voltak. A vállalásaink voltak, csak nem volt olyan jelentős, amit még be is tartunk egyébként, de most ugye ezt elkezdtük az elmúlt 10-12 évben. De ez egyébként az ilyen globális jelenség, hogy az elmúlt 10-12 évben kezdtek el ezzel az országon foglalkozni, de most már legalább nálunk is van nagyon kemény klímapolitika. Majd a Balázs vagy részletesen kifejti, mert ő imádja ezt a témát kifejteni. Én inkább csak annyit mondanák, hogy ebben a kapcsolatban, a klímapolitikával kapcsolatban, hogy mind az európai, mind Magyarországon a politikája egyébként példaértékű globális szinten. Nagyon sokat lehet azt hallani. Én, mint klimatológus azért én is mondhatnám egyébként a negatív dolgokat, hogy hát a világ vége, de ez nem igaz. Ami nagyon fontos, hogy Magyarország az egyik olyan ország, amelyik jelentősen csökkenti magát az üvegházhatású gáz kibocsátását. Én mindig üvegházhatású gázokat szoktam mondani, nem csak szén-dioxidot, mert a szén-dioxidról tudni kell, hogy egy nagyon gyengő üvegházhatású gáz, egy rendkívül gyengő üvegházhatású gáz, rengeteg van belőle a légkörben, nagyon lassan ülepedik ki, de viszont nagyon lassan hosszú ideig melegít. A mostani problémát, például ezt a mostani, ugye most a 80-as évektől számítjuk az intenzív felmelegedés időszakát, ezt az időszakot, különösen a 2010 utáni időszakot a metán és a dinitrogénoxid okozja ezt a jelentős felmelegedést, amit most tapasztalunk, ezt az intenzív melegedést. Ezt most nem a széndioxid okozza. Hosszú távon ő melegít, de most jelenleg ezt a metán és a dinitrogénoxid okozza, és egyébként ebből is, például Magyarország, itt az uniós klímapolitikában is végre nekiállt foglalkozni a metánnal is, meg a dinitrogénoxiddal is, hogy ezt is jelentősen csökkenteni kell. Plusz, amiben jött ugye egy újabb üvegházhatású gáz, ez a megújuló energiának, illetve az elektrofizikációnak köszönhetően, meg a mobiltelefonok, meg az egyéb ilyen információtechnológiai eszközöknek az elterjedésével, ez pedig maga a kénhexafluorid, ami 24 000-szer erőteljesebb melegítő hatással bír, mint maga a szén-dioxid például. Ebből is egyre jelentősebb a kibocsátás. Már az Európai Unióban, nem erre, az Európai Unióban 2019-ben elfogadták az F-gáz rendeletet, ez azt jelenti, hogy nálunk nem lehet kénhexafluoridot használni már, és ez fokozatosan kivezetésre kerül. De például Kína az egyre nagyobb mennyiségben nyomatja ki a, ugyanval, hogy ugye zöldít, meg avval, hogy gyakorlatilag a termelésnek a nagy része még mindig Kínában zajlik, illetve a távol-keleten ők nagyon-nagyon nagy mennyiségben nyomatják ki a kénhexafluoridot. Ahogy egy mondat összefoglalnám, Magyarország klímapolitikája egyre ambiciózusabb, és egyébként egyre inkább én azt mondom, hogy a szingapúri modellt kell átvenni, adaptációra kell építeni, alkalmazkodásra kell építeni, hosszú távon pedig a mitigációs stratégiákat kell kiépíteni. Ez lesz egyébként a jövőben a klímaváltozás elleni védekezésnek, illetve a sikeres klímapolitikának egyébként a kulcsa. És ha még egy kicsit így a klímapolitikában bemaradok, így összekeverem egy kicsit az energiapolitikával, akkor leszünk sikeresek,
hogyha nem egyik percről a másikra váltunk át például teljesen fosszilisról megújulóra, hanem átmenetet fogunk végrehajtani, tehát fokozatosan fogunk átváltani, és ezt ki kell egészíteni, amit egyébként láthatunk egyre több uniós országban, illetve az uniós központban, Brüsszelben is egyébként azt mondják, hogy minél többen egyébként most már Ursula von der Leyen talán két hete mondta azt a bizottsági meghallgatásán, hogy ösztönzik arra a tagállamokat, hogy atomenergiát, ezeket az új típusú atomreaktorokat, illetve a nukleáris energiát minél több ország ismételten létesítsen, ugyanis tiszta energia maga az atomenergia. Tehát összességében a jövő kulcsa itt Európában, meg a világon, ahol az atomenergia, illetve a megújulóknak a megfelelő részarányba való használata. Eddig jó úton haladunk, meg meglátjuk, hogy mi lesz ennek a vége, de ezt majd a Balázs részletesebben szerintem el tudja mondani nekünk. Akkor Magyarország klímapolitikája, hogy számok szintjén mi 1990-hez képest 40%-kal csökkentettük már a kibocsátásunkat, de igazából az utóbbi 10 évben értük ennek a kibocsátásnak a felét, és közben a magyar GDP 60%-ot emelkedett. Tehát Magyarország egyik bizonyítéka annak, hogy a új technológiára való átállás az nem csökkenti a GDP-t, és a kormány célja, hogy ezt a technológiai hullámos útra felüljön, és egyre több jövő technológia gyártása Magyarországon zajlik. Jelenleg Magyarországon az autóiparhoz köthető a GDP 25%-a, és ezt mindenképp meg szeretnénk őrizni és fejjel tornázni. Ezért nagyon fontos, hogy az elektromobilitásban is, illetve az ahhoz szükséges energiatárolásban is vezető szerepet töltsünk be, akkor is, hogyha ez sokaknak nem tetszik. Viszont a kollégám mondta, hogy az energiapolitikában milyen fontos az, hogy fokozatos átmenet. Magyarország most nemrégen volt a Nemzeti Klímatervének a felülvizsgálata. Egyébként Magyarország volt a második az Európai Unióban, aki klímavédelmi törvényt fogadott el, és nagyon ambíciózusat, tehát ebbe kifejezetten példával jártunk elő még a németek számára is. Mi 2030-ra el tudjuk azt érni, hogy 90%-a az energiatermelés, villamos áramtermelésünknek az teljesen karbon semleges legyen. És hogy miért nem lehet 100%? Pont a megújulók miatt. Tehát az időjárás függő megújulók, azok csak akkor termelnek, amikor fúj a szél, vagy süt a nap, és ennek a kiegyenlítése jelenleg földgázzal a legkörnyezetbarátabb. Tehát lehetne létesíteni akkor a akkumulátor kapacitást, hogy eltároljuk az áramot, viszont ez több szén-dioxid bocsátással járna, mint hogyha azt a minimális földgázt elégetnénk. De ezzel is nagyon jó úton járunk. És hogy miért jobb egy racionális klímapolitikát folytatni? Mi azt vállaltuk, hogy 2030-ra 50%-ot érünk el. Németek azt vállalták, hogy 2030-ra 60%-ot, amit most töröltek a vállalásaikból és a törvényekből, mert hogy nem tudják teljesíteni, úgyhogy mennyivel egyszerűbb, hogyha nincsenek célszámok. És ezt itt terjesztette fel a klíma és nincs van, zöld és klímavédelmi miniszter. Mire szerettem volna, hogy azt érni? Atomenergiának a Paks 2 és Paks 1 az minimum 10 évig, de tovább együtt tud működni, és azt reméli a kormányzat, hogy addigra fejlődik annyit a megújuló technológia, hogy tényleg Paks 2 mellett elég legyen csak megújulókból biztosítani Magyarország energiaellátását. És egy nagyon érdekes szám, a kormány több modellt megrendelt, hogy érheti el a klímasemlegességet. Tehát nem úgy néz ki, ahogy a média tálalja, hogy ott politikusok vagy minisztériumi dolgozók kitalálják, hogy mit kéne teljesíteni, hanem nagy cégekkel ezt lemodellezik, hogy érhető el. És már 5% plusz vállalás 2030-ra az majdnem duplázza a költségeket, ami a költségvetésnek terhet jelent ez a mitigációs cél.
Egyszerűen azért, mert a megújuló technológia egyre kedvezőbb lesz. Tehát ha vissza gondolom, hogy 10 éve mennyibe került egy napelemes rendszert, ahhoz képest most már ajándékként vágják utána, és ugyanez megy nagyban is. Tehát még amikor elkezdtem az energiahivatalba dolgozni, emlékszem, hogy 86 forint per kiló, tehát nagyon sokat kellett fizetni a kötelező átvételi árat a szélerőműveknek és a naperőműveknek is, most már piaci alapon megélnek. Akkor miért támogassuk drága állami pénzekkel a beruházókat, hogyha ez piaci alapon is életképes? És a magyar kormány gondolkodása az, hogy minél inkább piaci alapon valósítsa meg a zöld átállás, az annyira sikeres, hogy most is a meghirdetett pályázatokon többszörös túljelentkezés van, tehát most már piaci alapon több napelemes rendszert akarok telepíteni, mint amennyit az ország csatlakoztatni képes. Míg más országok, akik nem így gondolkodnak, azok eszeveszettő telepítik a napelemes rendszereiket, és ennek olyan következménye van, hogy nyáron vannak időszakok, ha egész Európában süt a nap, akkor negatív az áram ára. Ez azt jelenti, hogy ha egy olyan erőmű, ami mondjuk melegvizet is szolgáltat a lakosságnak, neki fizetni kell azért, hogy tőle az áramat elvigyék. Vagy van olyan, hogy belevezetik a földbe az áramat, mert nem tudnak vele mit kezdeni. És ezeket a rendszereket viszont az adófizetők pénzéből építették ki. Tehát itt nagyon fontos megtalálni az egyensúlyt, hogy csak annyit, ez a fontolva haladva, itt különösen igaz a kibocsátás csökkentési céloknál, és miért? Mert a világ kibocsátásának 0,1%-áért vagyunk felelősek. Tehát azért nem szabad elfelejteni, hogy jó példát mutatni, de fölösleges túl nagyot beleáldozni, míg a klímaváltozás hatásaid, a kollégám erről biztos fog sokat mondani, tehát a közép-európai régióban, meg Európában is sokkal jobban jelentkezik, mint a világ más területein. Tehát így kiszolgáltatottva vagyunk a klímaváltozásnak. Tehát amikor beszélünk, hogy másfél meg két fok, az itt a Kárpát-medencében nem másfél és két fok, hanem a többszöröse. Tehát muszáj alkalmazkodnunk. És vissza is adom a szót. Alapvetően hosszú távon az, hogy az Európai Unió klímapolitika terén ennyire úttörő jelenleg a többi nagyhatalommal szemben, ez hosszú távon hozzájárulhat ahhoz, hogy például kiemelt státuszunk lesz a jövőben ilyen téren. Az Európai Uniónak egészen a kezdetetől azért akart, egyrészt ez nagyon fontos, hogy a klímasemlegesek legyünk, meg a bolygót megmentsük, de itt mindig gazdasági szempontot is mérlegelnek a politikusok, és az volt a célkitűzés egy 10-15 éve, hogy Európa lesz a világ napelem és inverter gyár, tehát az egész technológiának a központja. De amíg itt megszülettek a döntések meg a támogatási rendszerek, addig Kína lett. Utána jött, hogy jó, de akkor a legdrágább inverter technológiát az biztos nem tudják a kínaiak legyártani, utána azt is letudták. Tehát Európának legalább 15-20 éve az a célkitűzése, hogy az összes új technológiának a tudás központja lesz, csak amíg a támogatási rendszerekről bármilyen megállapodás születik, addig a világ többi része megelőz minket, és ezért nem szabad a többi tagállamra várni ebbe a tekintetbe. És például ezért van az, hogy Magyarország kínai cégekkel tárgyalt, a Seattle, aki Debrecenben épít gyárat, azoktól leasingeli a technológiát az amerikai Ford és General Motors, hogy ott építsenek Kínába akkumulátorgyárat. Aztán a világ akkumulátorainak 40%-át ez a cég gyártja, és a legújabb technológiáknak is neki van meg a szabadalma. Tehát Kínába a támogatási rendszert már egy évtizede elkezdték, mind elektromos autó, mind akkumulátorok tekintetében, nem véletlenül ott gyártják a legolcsóbban a legjobb elektromos autókat, és megfordult az a helyzet, hogy nagyjából 15-20 éve a kínai gyártók vásároltak részt a Mercedesből és a Volkswagenből, valószínűleg is lopták a technológiát ebből a tulajdonosi részarányból, de hazavitt technológiából most már a Mercedes és a Volkswagen vásárol tulajdonrészt a kínai gyártókból, vagy partnerséget, hogy haza tudja hozni a technológiát. Tehát megfordult ez a ki tud jó autót gyártani a világban, és sajnos Európa, ami régen az autógyártás központja volt,
nagyjából 2 évet jósolnak, hogy már több legyen az import, mint az export, ami nagyon szomorú valljuk be. Azt hiszem, talán ez lenne az utolsó kérdésem a témával kapcsolatban, hogy milyen globális és akár a mi éghajlatunkra is kiterjedő hatása van a változó klimatikus viszonyoknak. Igen, sok ideje van, ugye, hogy nekiállok egy másfél órás előadást nevezetni, nem, azt megpróbálom, hogy 3 percben összefoglalni. Kezdjük a globálisan. Akkor nagyon fontos, az, szerintem ne is ez, nézzünk ki mindig az ablakon. Tehát amit láthatunk egyébként mindenkiért gyerekkorában, tehát mindenkiért gyerekkort általában, de mindenki emlékszik a régi időkre, különösen egyébként a 70-es, 80-as, 90-es évekre, hogy azért teljesen más volt egyébként akkoriban a különböző évszakok, ezt már láthatjuk egyébként, tökéletesen kirajzolódik. Korábban is voltak természetesen ilyen áprilisok, ugye most én is nyilatkoztam nagyon sok médiának ebben kapcsolatban, hogy ez egy rendkívüli szélsőséges áprilise, abból a szempontból, hogy április 1-én még sosem értünk egyébként hőségnapot ebből a szempontból. Igen, korábban is voltak egyébként meleg áprilisok, meleg márciusok. Csak itt ugye a klimatológiában mindig azt szoktuk nézni, hogy mutatnak a trendek, mert ugye maga a klimatológia az gyakorlatilag a meteorológiának a hosszú távú statisztikája. Ugyanazok az elemek vannak benne, mint a meteorológiában, hőmérséklet, csapadék, ezekből számoztatott különböző indikátorok, szélsőségek, és ezeket megnézzük hosszú távon statisztikailag, és őket tudunk mutatni statisztikai változást, akkor beszélhetünk az éghajlat változásáról. Mert nem szeretem egyébként azt a szót, hogy éghajlat változás, mert az éghajlati rendszer még nem változott meg. Változás van benne, egy nagyon komoly változás van benne, még nem változott meg. Na, de most ennyit akkor így a bevezetőről. Globálisan láthatjuk egyébként, hogy a hőmérséklet emelkedése intenzív. Gyakorlatilag néhány régió kivételével, mert ugye nem egységesen a Földön nem mindenhol emelkedik a hőmérséklet, mert vannak olyan régiók, ahol csökken egyébként a hőmérséklet, ez egyébként a makroszinoptikának köszönhető, tehát a változó áramlási rendszereknek köszönhetően csökken valahol maga a hőmérséklet, de globálisan egyébként most már több mint, ha jól tudom, 3 millió mérőállomás van szárazföldön, 100 ezer mérőállomás van kihelyezve fixen mindig az óceánok, a tengerekben, a nagyobb tavakban. Illetve ami nagyon fontos, hogy vannak most már több mint 12 ezer állatra vannak különböző szonárok helyezve. Itt madarakra, fókákra, bálnákra, mindenre, például az ábrásztetek ugye le tudnak menni 4500 méter mélységig, tehát belük az ő segítségével állandóan 0-tól 24-ig plusz a műholdaknak a kiegészítésére, tehát méri magát a globális éghajlati rendszer. Ugyanis, hogy éghajlati rendszerről beszélünk, akkor nem csak mindig a légkört nézzük, hanem akkor nézzük magát a jégvilágot, tehát a havat, illetve a jégvilágot, nézzük magát a kontinenseknek a változását, a bioszférát, magát a különböző tengermodellekkel nézzük a tengereknek a változását, ugye a hidroszféra az az omegája, az a gája, gyakorlatilag a hidroszféra ebből a szempontból. Na, és ebből láthatjuk, hogy globálisan jelentős változás van, ugye tavaly 1,48,9, tehát 1,49 fokra emelkedett már a hőmérséklet, a március volt az a 10. hónap, amikor az valósulás előtti szinthez képest töretlenül egyfolytában csúcsokat dönt maga a hőmérséklet emelkedése. A Balázs egyébként az előbb nagyon jól mondta, hogy ilyen régióként változik a maga a hőmérséklet, illetve a klímaváltozás. Ugye a Kárpát-medencében 2,5-szeres a hőmérséklet emelkedése a globális átlagnak, nálunk ez 2,8 fok most jelenleg. A 3 fokos hőmérséklet emelkedésnél nálunk ez a 6,9 fokos hőmérséklet emelkedést fog jelenteni ebben az évszázadban. Tehát ennyivel fog emelkedni az évig. Középhőmérséklet 30 éves ütetek lezárt évtizedekként, tehát ez 6,9 fokos hőmérséklet emelkedést fog eredményezni a jövőben. Tehát egyben jelentősebb nálunk. De van egyébként van sokkal érzékenyebb régió, ilyen például a mediterrán régió, ahol a legfrissebb, legcél 5.6-os futások egyébként azt mutatják, hogy legalább 8 fokkal fog emelkedni az évszázadban a hőmérséklet. Tehát a mediterrán térségben ez egyébként a passzátszereknek a széteséséből adódik, mert arra is kihat. Ami nagyon fontos, hogy tehát láthatjuk a hőmérséklet emelkedését, de viszont van egy pozitív dolog is ebben, egyébként a hőmérséklet emelkedésével egyre több maga a vízgőz a légkörben, egyre több csapadék hullik már most ki egyébként globálisan. Hát most a legfrissebb kutatások egyébként azt mutatják, hogy a Szahara szépen lassan először száraz szavannává, az évszázad végére akár nedves szavanná éghajlatra is válthat. Ennek köszönhetően még például a mediterrán térségben jelentősen csökkenni fog a lehullott csapadék mennyisége, a Szaharában pedig át fog érni a 300-400 mm, sőt a legpesszimistább forgatókönyvek szerint az 500-600 mm is a Szahara térségében az évszázad második felére. Korábban is volt nedves szavanna a Szahara, de ő mindig változza magát, mióta
az elmúlt egyébként 800 évben mindig változtatta magát, egyszer szavanna volt, egyszer sivatag, fél sivatag, ez egyébként most megint majd bekövetkezik. De nézzük, hogy mik is a legjelentősebb globális változások, ami, hogyha most egy kicsikét, ha már témánkkal kop, akkor ebben kicsikét arra próbálom rávezetni ezeket a dolgokat, mert hogy mik is hangzottak el a kop konferencián, így a meteorológia világszervezet, illetve a legtöbb nemzeti meteorológiai szolgálat által. Ilyen például mindenki hallotta, hogy egyre hevesebbek a viharok. Ugye ezt mindenki hallotta, hogy nagyjából egyre hevesebbek a viharok. Kezdjük először a trópusi ciklonokkal és a hurikánokkal. Azt látjuk, hogy a hurikánoknak a pályája 2000 km-rel északabbra is már eljut, mint korábban eljutott. Ez annak köszönhető, hogy rendkívül meleg az Atlanti-óceán. De ugyanígy rendkívül meleg a Csendes-óceán és rendkívül meleg az Indiai-óceán, de a mi esetünkben az Atlanti-óceán nagyon fontos. A mi saját európai hurikánjaink, mert bármilyen furcsa, nekünk is vannak ám hurikánjaink, tehát Európában is vannak ezek a medikánok, ezek az a Földközi-tengerrel létrejövő hurikánok, egyre több a meghatszorozott a számuk nekik most már, tehát a Földközi-tenger térségében, tehát egyre hevesebbek is. Míg a medikánok száma nő, maga a hurikánoknak a száma nem növekedett, de viszont ami nagyon fontos, még korábban 69 óra kellett ahhoz, hogy egy hármas kategóriába elérje magát a hurikán, hogy felgyorsuljon a hármas kategóriába, most 24 óra alatt megvan egy hurikánnak. Ez annak köszönhető, hogy egyre több az energiát tud nyerni magából az óceánból. Egyre több, egyre melegebb. Hát most az Atlanti óceánnak most például az anomáliája, az elmúlt 10 éves anomáliája, az azt megelőző 10 évhez képest 4,2°C. Ennyivel melegebb az Atlanti óceán. Ez az egyik dolog. Aztán ott van még, ami globálisan nagyon jelentős, az maga az északi-sarki hóolvadás. Itt nem a jegestengerre hívnám fel a figyelmet, amellett egyébként, hogy változik az áramlási rendszer. Mi ebből szerveztünk egyébként egy kiállítást, ez az Into the Ice kiállítás volt novemberben. Sarkutató hölgy érkezett hozzánk, Horváth Eszternek hívják, aki részt vett ebben a kutatásban. Nagyon furcsa, hogy egyébként megváltoztak maguk a tengeráramlatok magában a jegestengerben. Ez egy nagyon fontos dolog, ez majd egyébként tengerjég szempontjából lesz fontos. De a mi szempontunkból az a grönlandi jégnek az olvadása rendkívül fontos. Ugyanis a grönlandi jéggel egyre több édesvíz kerül bele az Atlanti-óceánba, ez pedig magát az áramlást, ilyen például az amok áramlásnak nagyon jelentős változását okozza. Az amok az egyébként az maga az úgynevezett meridionális bukóáramlás az Atlanti-óceának. Ennek köszönhetjük azt, hogy ahogy nálunk esik az eső. Ez okozza magát ugye az izzadni maximumnak az aktivitását, tehát az Atlanti-óceánban. A mostani legfrissebb futások szerint 25-95% az esélye annak, hogy ebben az évszázadban valamikor le fog állni az amok. Az amok a leállás azt nem kell képzelni, hogy teljesen megszűnik, hanem azt, hogy legyengült, tehát szignifikánsan legyengül az áramlás. Mit fog ez eredményezni itt Európában? Mit eredményez? Különösen Nyugat-Európában és Észak-Európában, de a mi hazánkra is kihat. Hát az, hogy egyre kevesebb lesz a csapadék, mert nem lesz ciklonképződés. Nem egy ciklonképződés. Ennek köszönhetően a nyarak 40-45 fokos nyarakra kell majd számítani, és mínusz 30-35 fokos telekre. Ez pont annak köszönhető, hogy ezek által egyre kevesebb lesz maga a ciklonaktivitás, egyre erőteljesebb lesz az anticiklonaktivitás, ezáltal egyre szárazabb lesz az idő. Ez télen majd hideget, nyáron pedig nagyon melegeket fog okozni majd itt Európában. De ennek mondom 25-95% az esélye, és ez annak köszönhető egyébként, hogy ez a termohalin cirkulációnak az áramlásához tartozik maga az amok. A termohalinban benne van, hogy sót szállít magával és hőmérsékletet. Tehát ez egyenlíti ki gyakorlatilag magát az áramlási rendszer. Ez energiát szállít, energiát nyel el. De hogyha ez leáll, átmenetileg leáll, ilyen egyébként ide tartozik maga a kolfáramat, és akkor megváltozik majd átmenetileg majd egy kicsikét az időjárásunk évtizedenként körülbelül a 3-4 fokos hőmérséklet csökkenést fog okozni. Ez az amok, ha leáll, de ugye ott van ha. De bízunk benne, hogy nem fog leállni, tehát ennek még a fordulópontját nem értük el. Kicsikét betérjük Európába, térjük be a Kárpát-medencébe, ezután a pesszimizmus után kicsikét azért már hívjuk magunkra a pozitív dolgokra és a figyelmet a sok pesszimizmus mellett. Ami nagyon fontos, hogy ha valaki szereti a meleget, akkor készüljön fel, hogy egyre melegebb lesz itt a Kárpát-medencében. Egyre kevesebbet fogunk már fűteni. Egyébként a fűtési fognapoknak a száma is már jelentősen csökkent, mi ezt a Balázsékkal vizsgáltuk, tehát Magyarországon egyre kevesebbet kell fűtésre költeni. De viszont ott a negatív, tehát ugye a szélsőségről beszélünk, tehát minden szélsőség, mint a politikában van egy jobb, meg van egy bal oldal, ennek is van egy pozitív, meg egy negatív oldala, egyre többet költünk fűtésre. A hűtési fognapok, különösen a nyári hűtési fognapoknak a száma viszont jelentősen nő. Ezáltal az energiafogyasztásunk is csökkent szignifikánsan ennek köszönhetően. De viszont télen nem kell majd sokat fűtenünk, ez egyébként majd a gázfogyasztásunkat is majd eredményezni fogja, majd egyre kevesebb gázokra lesz majd szükség szerencsére. Aztán, ami nagyon fontos a mi esetünkben, hogy Magyarország egy olyan
földrajzi területen fekszik itt a Kárpát-medencében, ami az általános és a középiskolai földrajzi könyvekben mindig az van beleírva egyébként, hogy mi egy nagyon jó, ideális helyen fekszünk. Szörnyű helyen fekszünk egyébként klimatológiai szempontból. Tehát nem jó helyen fekszik a Kárpát-medence, mert ugye nem csak egy országot nézünk, hanem itt nézünk természetföldrajzi szempontból. Rendkívül rossz helyen van. Miért? Mert egyszerre hat ránk a földközi tenger és Afrika felül a mediterrán, a szubtrópusi éghajlat, itt a területek, egyszerre hat ránk az Atlanti-óceán, és egyszerre hat ránk a belső Szibériában lévő kontinentalitás. Mit láthatunk az éghajlatváltozás következtében? Egyre erőteljesebb hatást gyakorol a mediterrán térség nyáron, egyre erőteljesebb az atlanti hatás télen, és egyre kevésbé éreződik már egyébként maga a szibériai hatás, egyébként az úgynevezett szibériai lábas hideg, egyre kevesebb hatással van a mi éghajlatunkra, időjárásunkra, hosszú távon pedig az éghajlatunkra. Ez azt jelenti, hogy a nyarak egyre szárazabbak, télen a telek pedig egyre csapadékosabbak és enyhébbek. Ugye ezt mindig megtanult általános iskolában, hogy az óceánnak van egy hűtő-fűtő hatása, ugye, hogy télen fűt, nyáron pedig hűt. Na hát ez egyre erőteljesebb ez a fűtő hatása, a téli fűtő hatása az óceánnak. Egyébként télen a mi éghajlatunk, hogyha csak a teleket nézzük, egyre inkább óceáni jellegű. A nyár pedig egyre inkább mediterrán jellegű. Sose leszünk egyébként mediterrán éghajlat, sose leszünk atlanti vagy óceáni éghajlati terület, és ezt tudni kell, amikor ezt hallják, hogy valaki azt mondja, hogy mediterrán éghajlat lesz Magyarországon, el fog sivatagosodni Magyarország, nem fog el sivatagosodni Magyarország. Ezt kollégámmal nagyon sokat vitatkozunk erről, mert ő is hisz abban az elsivatagosodásban, nem fog megtörténni az elsivatagosodás egyébként ebben az országban. Klimatológiai szempontból nem fog megtörténni az elsivatagosodást, a félsivatagosodást, például a homokhátság térségében, azt nem a klímaváltozás okozza, hanem azt maga a folyószabályozás okozza elsősorban. Tehát amikor jöttek a különböző tervek a 19. században reformkor után, hogy nekiállták szabályozni a folyókat, ugye mit csináltak? Az ártereket megszüntették, az árterek teljesen meg lettek szüntetve, megemelték gyakorlatilag az esését a folyóknak, és ami leesik 9 köbméternyi csapadék itt a Kárpát-medencében, annak a 80%-a átfolyik. Nem lehet őket visszatartani ezt a nagy mennyiségű vizet. Ugye régen azt a fokgazdálkodással megoldották, hogy ugye kiengedték a fokokba magát a csapadékot, tehát a felesleges vizet, a felszíni vizet, és azok gyakorlatilag a Duna-Tisza közének egy mindig termékeny talajt csinált, illetve mocsarasodást okozott. Ez most már nincsen. Ugye is voltak olyan koncepciók, olyan tervek, nagyon sok okos embertől, hogy mi lenne, hogyha ismételten a folyókat szabadjára engednénk. Igen ám, de mit kezdünk 1 millió emberrel, aki az ártéri területeken él, a Duna meg a Tisza mentén, vagy éppen a Maros, vagy éppen a Körösök mentén. Mit kezdünk a paksi atomerőművel? Arrébb húzzuk meg 200 kilométert? Vagy mit kezdünk az ott lévő több mint 500 kilométernyi vasúti pályával, autópályákkal, a lakóingatlanokkal, stb. Tehát ezt már nem lehet megoldani. Tehát ez. A jövőben mindenféleképpen majd például a mezőgazdaságnak mindenféleképpen, hogy a Balázs mondja, felszín alatti tisztározásra kell egyébként majd beépíteni a magát, illetve ezt kell létrehozni, illetve csatornahálózatokat. Az elmúlt, én úgy tudom, hogy 2018 óta Magyarországon több mint 90 felszíni víztározót létesítettek uniós, illetve hazai támogatásból. Ezt egyébként, hogy én úgy tudom, a kormányon akarja majd visszerezni majd egyébként a következő 5 év alatt. Ez mindenféleképpen kell egyébként a jövőben, tehát a víztározás, különösen a száraz nyarak miatt. Ugyanis a Kárpát-medencének az éghajlatára jellemző, hogy eddig úgy volt, például az 1981-2010 közötti időszakban úgy változott, hogy 3 száraz év volt és 2 nedves év volt, tehát az azt jelenti, hogy az átlagnál több csapadék vagy kevesebb csapadék volt. 1991 és 2020 között megcserélődött több a nedves időszak, mint egyébként a száraz időszak. Ez bármilyen furcsa, hogy több most a nedves időszak éves szinten. Ez miért van? Mert az október-április időszakban jóval több csapadék hullik, mint korábban. De ez felesleg, mert nem tudjuk befogni ezt a vizet. Ebben kell valamit kezdeni a jövőben, mert a nyarak viszont egyre forróbbak és egyre szárazabbak. És ez nagyon fontos. Hát a mostani legfrissebb regionális klímafutások azt mutatják, nincs már egyébként optimista klíma-szimuláció most már, csak és kizárólag pessimista és kevésbé pessimista szimulációk vannak. Az elén említett átfordulási pont miatt, meg az elhibázott globális klímapolitikák miatt. Ami nagyon fontos, hogy azt mondhatják, hogy például a 2070 utáni időszakban 6 hónapig fog tartani a nyár. Tehát azt jelenti, hogy az átlaghőmérséklet 22 fok fölött lesz. Tehát átlagosan. Ez egyébként a mostani júliusi középhőmérséklet. Tehát nem napi, a maximum hőmérséklet, középhőmérséklet.
a hőhullámok egyre intenzívebbek lesznek. Nyaranta egyre kevesebb lesz a csapadék, egyébként ez maga megint a cirkulációs változás miatt van. Tehát ehhez mindenféleképpen a jövőben alkalmazkodni kell. És ez egyébként, és ez meg nagyon örülünk egyébként, hogy most már a politika is meghallja azt, ami például a Klímapolitikai Intézetnél, ezt már mondjuk már évek óta. És amit egyébként a magyar kormány is mond, hogy adaptáció, adaptáció, adaptáció. Ugyanis maga az éghajlat jelent, nagyon változik. Ez sokan egyébként nem hiszik el, még mindig vannak egyébként, ma is Magyarországon vannak olyan emberek, még tudós emberek is, akik például olyat állítottak ott, hogy is volt egy rendezvényünk, hogy nem is tudom, valami megállapította azt valami tudós ember, hogy a széndioxid nem ad át energiát a környezetének. Nem a széndioxid felel a hőmérséklet emelkedésért, a mostani hőmérséklet emelkedésért. Egy fizikus ember ül itt velem szemben, kémikus, bocsánat, de fizikához is ért a Balázs, tehát ő is tudja, hogy ahol, hogy mi itt egymás mellett ülünk, ebben energiát tudunk át egymást. Tehát mindenre kölcsönhatással van. Tehát még mindig a mai napig vannak egyébként klímaszkeptikus emberek, sajnos. Pedig mindenki tapasztalhatja a bőrén az elmúlt időszakban, különösen az elmúlt 10-15 évben, hogy változik minden körülmény. De nem kell tőle félni. Én mindig azt szoktam mondani, hogy az éghajlatváltozásra nem félni kell. Hát nem kell félni. Emberek vagyunk, nagyon könnyen alkalmazkodunk. Itt van a számunkra a tudomány meg a technológia, ennek a segítségével egyre jobban tudunk hozzá alkalmazkodni. Ott vannak az adaptációs lehetőségek. Most itt van például a kormánynak ez a több milliárdos támogatása a házaknak, meg családi házakról van szó, a családi házaknak a szigetelésére. Ott vannak a lehetőségek. Ott van a lehetősége mindenkinek, hogy legalább egy fát elültessen. Ott van mindenkinek a lehetősége, javaslom, hogy diófát ültessenek, mert az 5-6 fokkal hűvösebb ott alatt a levegő egyébként, mint a többi fa alatt. Tehát ami nagyon fontos, hogy ott van mindenkinek az alkalmazkodási lehetőség, és ha sikeresen alkalmazkodunk, akkor semmi baj nem lesz akkor egyébként, hogyha a hőmérséklet 5-6 fokkal fog emelkedni. Most humán egészségügyi szempontból nem túl egészséges egyébként egy hőhullám. Például, hogyha most megnézik egyébként, amikor Buka volt a 30 fok április 1-én, akkor más nem lehetett hallani. Például, hogy én Budapesten a második kerületben lakok, de egyfolytában mentek a mentők. Egyfolytában mentek. Ugye ez főleg az idős betegeknek a szerződés, ez a hirtelen jött időjárás változás, ez megterheli, de majd a jövő heti lehűlés ugye egyébként meg fogja majd terhelni, amikor majd 15 fokot visszaesik a hőmérséklet. Csak az a baj a hőhullámokban, hogy az evolúciónk során a közép-európai, az európai ember az evolúciója, hogy nem tudott alkalmazkodni ezekhez a hőhullámokhoz. Ugye azt szokták mondani, orvos meteorológiai szempontból, hogy legalább 5 generáció kell ahhoz, hogy valaki az adott éghajlati körülményekhez alkalmazkodjon, tehát humán egészségügyi szempontból. Tehát ebből a szempontból még nem alkalmazkodtunk, tehát ezt meg kell várni, amíg alkalmazkodunk. Bár a mi gyerekeinknek a gyerekei, azaz az unokáink, és az ő unokáink, ők már könnyebben fognak ehhez alkalmazkodni egyébként. Ami nagyon fontos, hogy megnézzük, kicsit nézzük meg a Közel-Keletet. A Balázs említette itt a migrációt, a klímamigrációt, majd egy pillanatra megemlítette egy mondatba a klímamigrációt, nem lesz a jövőben klímamigráció. Ebben teljesen nem értek egyet, mert biztos, hogy lesz klímamigráció. De ugye nem mindig a klímaváltozás okozza a migrációt, hanem politika, vallás, gazdasági körülmények, ezek okozzák egyébként a migrációt, és ezt társul egyébként a klímamigráció. De ha megnézem a Közel-Keleti hőmérséklet, 12 fokkal emelkedett a középhőmérséklete, például Szíriának és Iraknak az elmúlt 30, még befejezem, az elmúlt 30 évben. Tehát 12 fokkal. Tehát ez rengeteg. Ezt képzeljék el, rengeteg. Most ezt képzeljék el, amíg például Damaszkuszban a legmagasabb hőmérséklet júliusban, tehát az átlaga, a 30 éves átlaga az ezelőtti 30 éves kerek lezárt évtizedben 31 Celsius fok volt, most 38,2 Celsius fok. Ez az megterheli az emberi szervezetet. Például az a szíriai menekült hullám, ami annó elindult 2013-ban, 14-ben meg 15-ben volt, hogy az nem csak a háború miatt volt, hanem az miatt is volt, hogy az akkori Assad vezetés vezetés alatt, ugye most is ugye ő van ott vezetés alatt, tehát ő irányítja Szíriát, a Tigris és az Eufrát, ez teljesen ki volt száradva. És nem foglalkozott a vidéki emberekkel. Mit csinált a vidéki ember? Jobb élet után ment. Törökországban nem találta meg a boldogulást, mert ugye ott sem tud mezőgazdasági tevékenységet folytatni, hát bejött Európában, de sajnos nem mezőgazdasági tevékenységet folytat, hanem más egyéb tevékenységeket folytatnak, azt látjuk rajtuk. Tehát csak azt akarom ebben mondani, hogy a klímaváltozás az úgy okoz problémát, így a migráció szempontjából, hogy az
politikai, gazdasági és üldözési szempontból ez gyakorlatilag, ahogy a német mondaná, ez egy ilyen misunk, tehát ez egy ilyen keverék. Önmagában a klímaváltozás nem fog problémát okozni. Háborút okoz, ha emlékezünk rá a hol volt a Afrikában a gát háború? Tehát az a lényeg, hogy Szudán és Dél-Szudán között volt ugye egy háború pár évtizeddel ezelőtt, az pont, hogy az miatt volt, a nagyon nagy szárazság miatt volt, mert ugye gyakorlatilag Szudán elzárta a gátakat Dél-Szudán elől, és ezáltal jutottak vízhez. Ebből a szempontból ilyen problémákat fog majd okozni a jövőben, de itt nálunk Közép-Európában, Európában, illetve a fejlett világban, mert már nagyon fejlettek vagyunk, bármilyen furcsa, de mi is már fejlettek vagyunk itt, tehát a fejlett világ az egész Európa, nálunk ez óriási nagy problémát nem fog okozni a klímaváltozás. És egy másik dolog, amit én nagyon nem szeretek, amikor valaki azt mondja, hogy klímavészhelyzet van. Én ezt a szót nem szeretem, mert nincs klímavészhelyzet. Tehát a klímavészhelyzet nincsen. Tehát ebben, amikor valaki azt mondja, hogy klímavészhelyzet, vagy az, hogy mind meghalunk, én ezt nem gondolom, hogy ez megvalósulna. Hát meg fogunk halni, persze, természetesen, meg fogunk halni, csak nem tömegesen fogunk meghalni, és nem tömeges kihalás lesz majd egyébként emiatt. Ez inkább én mindig azt szoktam mondani, hogy különböző hát, zöld szervezetek, magukat sztártudósnak mondó emberek ugye az miatt, hogy fölhívják magára a média figyelmét. Mert képzeljék el, amikor mondok egy másik példát, erről szeretek beszélni, ilyen például az állattenyésztés és a listermesz. De az állattenyésztés, hogy ugye mindenki mondja, most nagyon sokan mondják azt, hogy ne együnk állathúst, mert akkor van megvédjük a klímát. Hát ez nem igaz egyébként, erre nem fogjuk megvédeni, mert a szarvasmarha, illetve az egyéb állattenyésztés az összes metán kibocsátásnak egyébként 12%-áért felel, még maga a listermesztés 38%-áért. Mert ugye ott az elárasztásos műveléssel van, és ott ugye a metánbaktériumok termelik magát a metán, akkor ott a légkörnek. Tehát ez is ehhez hasonló, tehát amikor azt szokták mondani, hogy kedjünk kevesebb állatot. Én azokat becsülöm, akik azért esznek egyébként, nem esznek állatot, mert állatvédelem szempontjából, mert szeretik az állatokat. Őket egyébként megértem, és őket egyébként tisztelem is. De amikor valaki ezt kitalálta egyszer, hogy ne együnk szarvasmarhát, mert szegény szarvasmarha kérődzik és pukizik, hát ebből a szempontból egyébként ettől nem fogjuk megóvni a klímát, a szegény szarvasmarhát életben tartjuk egyébként. De hát ez hasonló egyébként a klímaszorongás, ezt onnan hoztam, hogy én ezt megnéztem, hogy ki kezdte el egyébként ezt mondogatni, azt, hogy kedjünk kevesebb állati fehérjét. Tulajdonos állati fehérjét ugye a szarvasmarhából. A mai napig egyébként nem találtam meg erről az első tanulmányt, hogy ez kinek a nevéhez fűződik. Pedig tényleg a Google Scholar-tól mindenig 1970-ig végigmentem, de nem találtam meg egyetlen egy nyelven sem, hogy mi az oka ennek. Tehát, hogyha valaki kevesebb állathúst akar enni, állatvédelem szempontjából az nagyon dicséretes. De klíma szempontból nem fogjuk ebben megvédeni az éghajlatunkat. Következőképpen úgy fogjuk, hogyha adaptálódunk, hosszú távon pedig mitigációt fogunk csinálni. Rövid távon minél hamarabb meg kell oldani az a metán és a nitrogénoxid kibocsátásának a leállítását, hosszú távon pedig mindenféleképpen a széndioxidot. Mert ugyanis a széndioxid az ugye származik a természetből is, tehát a természetből is származik, de ezért a másfél fokért, ezért a másfél fokos hőmérséklet emelkedésére egyértelműen most az ember felel. Ezért nem a természet felel, ezért most az ember felel. A klímapolitikáknak hosszú távon pedig ez a cél, hogy ezt visszafordítsa. Akartál valamit mondani? Akartam, mert elfelejtettem. De egyébként, amikor valaki az állatvédelemre klímavédelmi szempontok hivatkozik, és utána argentin, bortiszék, mexikói avokádóval, és pálmazsírra, akkor ugye eléggé visszak, mert kiszámolnám a széndioxid lábnyomát, szerintem többszörös egy sztéknek. De ezzel nem azt mondom, hogy naponta együnk sztéket, de hogyha valaki megkívánja nyugodtan. Ja, igen, és a példa, hogy mindig Izraelt érdemes itt példának hozni, mert ott a fejlett technológiából a tengerből te sótlanítja a vizet, és ha megnézzük, sima Google Maps-et megnyitunk, ott egy zöld oázis. Tehát onnan is látszik, hogy hol van Izrael, hogy az a rész zöld. És egyébként az olaj nagyhatalom országok is képesek lennének, hogy... Dubaj csinálja, de Szaúd-Arábia most azt találta ki, hogy az a neve, hogy vonal, és a lakosság nagy részét ebbe a vonalba beköltözteti, ez egy zöld oázis lesz, kis lakásokban, teljesen high-tech az egész, és akkor ott fognak élni. Tehát sok megoldás létezik technikailag adott. Tehát a
nem indokolt sehol az, hogy szárazság legyen. Az már más kérdés, hogy a fegyverkezésre, vagy a vezetők, a diktátorok ellopják a pénzt, vagy a népre költik, de erre nem lehet mondani, hogy a klímaváltozás miatt van migráció. Azt lehet mondani, hogy a rossz politika és a rossz gazdasági helyzet miatt. Azt hiszem, egy nagyon aktuális és mindenkit érintő témakörben hallhatok egy szakértő véleményét. Köszönjük szépen, hogy elfogadtátok a meghívásunkat. Kedves nézőink, a köztérben az ENSZ 28. klímatalálkozójáról hallhattak beszámolót. Köszönjük figyelmüket, viszontlátásra! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.